Sziasztok, megérkeztem Pocsaj Esztád állomásra, mert mindjárt azt is megmutatom, hogy mi volt az utazás célja, de akkor nézzünk először körül itt az állomáson. Ugye az már most látszik, hogy egy háromvágányos állomás, ez az átmenő vágány, és itt látjátok, itt két peron is épült, és most ide érkezett Debrecen felől a vonat, és ami miatt érdekes, hogy ez a Debrecen nagykereki vonalon van, ahol ugye volt összefogás a vasútért, meg itt próbáltak itt az önkormányzatok összefogva tenni valamit a vonalért, meg fejleszteni. Ott van egy iparvágány kiágazás is, majd ezt is megnézem, hogy pontosan hova vezet, viszont ami érdekes, és ez nagyon jó ötlet, és máshol még nem láttam, de ez ilyen saját forrásos megvalósítás volt, hogy közös peronos átszállást csináltuk a buszokhoz, tehát áthelyezték ide a buszállomásokat, és látjátok, hogy innen lehet tovább menni. Ugye, Pocsaj Esztára, Tamás, de Debrecen hosszúpályi Létavértes és Dereskefele lehet itt átszállni a buszokra. És ez így érdekel, igen, mert Debrecen felül itt áll meg a vonat, és akkor gyakorlatilag közös peronos átszállás van. Tehát ez egy nagyon jó ötlet, hát igazából példát lehetne venni sok másik állomáson is. Hogy így gyakorlatilag ennél közelebb nem lehet hozni az átszállást. És nyilván vannak csatlakozó járatok is, bár most ugye nem volt, de nyilván vannak olyan időszakok, amikor ugye a beérkező buszok azonnal így csatlakozást adnak, bár ez már ugye a volant nézét, annak az asztala, hogy a menetrendet összehangolják, és ott talán nem is egy, hanem két iparvágány van, de ugyanarra a telepre vezetnek be, és látszik, hogy egyébként rendben van tartva az állomásnak, annak a környéke is. És látjátok, ott a háttérben van egy MDM, ott egyébként ez Debrecenben volt a Csonkavágányon, ez valamikor idén került át ide. Meg fogom nézni majd azt is közelebbről, de egyenek körben nézek itt az állomáson. És az is látszik, hogy itt rendben van tartva az állomás környezete, és az épület is fel van újítva. Ki is néz valahogy, ugye, de látszik, hogy gondját viselik, meg ugye kapott így most a karácsonyi díszkivilágítást is. Ugye biciklitárolókat is raktak ki. Egyébként itt egy B+-szel parkoló is van. Hát az a toj-toj vészi, az nem tudom, hogy az utasoknak van-e, vagy valami másnak, de éppen az is van, hogyha annak valakinek az kéne. Hát mindjárt még akkor körbenézek a környéken. Ugye ott van a távolban egy már nem használt élő állatrakodó is. Hát oké, itt van az utcafronti része az állomásnak. Az emeletén még az is lehet, hogy laknak, szolgálati lakás van, de hát ezt most így nehéz megmondani, viszont ott az volt régen a váró, tehát nem, hogy a forgalmi iroda, és az lehetett a bejárati a szolgálati lakásra, de van ott egy emléktábla, azt is mindjárt megnézem, és itt van az MDM-ot. Ezt is meg akarom közelebbről megnézni, és arra fele meg az iparvágány kiágazás. És itt előtte pedig van szintén valami emlék, mi vagy akár is egy berendezett ilyen díszkelf. Úgyhogy ez látszik, hogy itt kinéz valahogy az állomás, van gazdája és törődnek is vele. Igazából példát lehetne róla szinte mindegyik. Ilyen mellékvonali vasútállomás. Aha. És az MDM-nak van az emléktáblája. Igen, mert az MDM-ot ezen a vasútvonalon közlekedett utoljára, és itt is van, hogy 2011. június 17-én ment el az utolsó MDM-ot. Az utolsó, akkor tudjál menetrend szerinti forgalomba, és ezen a vonalon volt a legutolsó MDM-ot menet. Sajnos azon nem tudtam akkor ott lenni. Igazából MDM-ot se nagyon utaztam. Talán egyszer-kétszer még Szeged meg Békésebb a között, de az nagyon régen volt. És bizony van itt, hát egy kis esőbeálló azért van. Meg a padokat, de hát ez látszik, hogy ez valószínűleg önkormányzati beruházás lehetett. Tehát nem az a szabványos mávos pad, meg esőbeálló van. Viszont tetszett, legalább itt gondoltak erre, hogy azért valami komfortot, amennyire lehetséges, ezt nyújtsanak itt az utazóknak. Itt is van. És itt van az MDM-ot. Legalábbis annak a mozdony része, hogy az MDM-ot az egy ilyen szétcsatolható szerelvény volt, hogy van mellékvonali jármű, hogy mozdony, és volt hozzá két személykocsi, egy podgyászszállítókocsi és egy vezérdőkocsi, így volt teljes a szerelvény. Gyakorlatilag egy, már nem maradt egyetlen egy ugye teljesen egyben lévő szerelvény, de működőképes MDM-ot mozdony az még van, meg kocsik is vannak,
ilyen-olyan állapotban vasút történeti parba vezérlőkocsik. Viszont egy komplet szerelvény az már egy darab sem alatt üzemképes. Voltak rá tervek egyébként a vasút történeti parknál, hogy összeraknak egyet és még nosztalgia menetekre is használják, de sajnos az nem valósult meg a mai napig se. Egyébként errefele van nagy kereki végállomás. Ezt nézzétek, itt van a vágányok felőli oldalon az értéző, és még egy betlehemi jászol is van. Sőt, itt van egy ilyen kupakgyűjtő kis vonat, és ezt majd közelebbre megnézem. Ez egy kis helyi érdekesség. Szerintem ez lehetett a rakodóvágány, ami az élő állat rakodóhoz vezetett, csak szerintem a közös peronos buszvonat átszálláshoz szükséges széles peron miatt áldozták be. Ászékai. Itt van a forgóváz, az úgy látom, hogy éppen is maradt. Külsőre ráférne egy festés, meg egy alapos generál, de hogy motorilag milyen állapotban, azt nem tudom. Viszont is szobormozdainak viszont tökéletes, csak mondom, egy újrafényezés azért elbírna, de hát örüljünk, hogy legalább így megmaradt. És végül is itt jó helyen is van. Ugye sokáig az MD-mot ott volt a Debrecenben a csonkavágányon, majd még pont azon a vágányon, ami a régi nyomvonal volt, ott toszolva egy megfiszalök felé. És akkor itt vagyunk az állomás végénél, ugye az is látszik, hogy átmenő vágány. Az innen nézve a harmadik. Viszont a váltó kitérőben áll. Tehát nyilván a peronos vágányra, vagy széles peronos vágányra fog bejárni. Nagy kereki felől is a vonat. És itt ágazik ki az iparvágány. Vágány zárósodompó megvan. És itt pedig szerintem a világítás lenne, de már csak a hűt helye van meg. Valószínűleg egyébként ezek működnek. Viszont ezek itt biztos nem, amik az iparvágány fele mennek. Látjátok, ez a váltó, az ki is van belezve, és ki van szögelve, úgyhogy ezt most nem lehet állítani. Úgyhogy valószínűleg ezt az iparvágányt már nem használják. És ugye egy ágazik ki, viszont azután a két felé ágazik, és a telephelyre kettő megy be. Nézzük, itt jön be az iparvágány, kiágazik belőle egy másik, és így már két vágány, de ugyanarra a telephelyre megy be mind a kettő, és egyébként ez a régi terményszállító volt. De most már láthatólag nem használják. És egyébként itt tényleg értelmet nyer a közös állomás, mert ezen az oldalon már Esztár van, a másik oldal pedig Pocsaj, és tényleg a kettő között van a vasútállomás. Tehát itt Debrecen felől leszállva a vonatról balra kell Esztár fele menni, jobbra Pocsajra. Tehát itt valóban azért van közös állomásuk, mert két település határán van. Általában a legtöbb közös állomás az nem ilyen, hanem hogy van egy település jó esetben, ami közel van a vasúthoz, meg egy másik, aminek csak a neve az állomás, és igazából több kilométerre van, és közel nincs az állomáshoz. Például fegyvernek örvényes, hogy egy gyorsan kell példát mondani, vagy például Inács Kakucs. De olyan vasútállomás is van, például a Dömsöd, ahol igazából magának a névadó településnek semmi köze hozzá, mert onnan 8 km-re van mindenféle csatlakozó járat nélkül. Az állomás pedig Apajon van. Ez volt itt a terményszállító, viszont érdekes módon kerítés az nincsen. De a régi iparvágánykapu megmaradt, viszont onnan már a sineket is felszedték az útból. Talán a túloldalt még megvan, de nem megyek most be, mert szerintem azért attól függetlenül, hogy nincsen kerítésed még magánterületnek át. Értelmes lenne, itt úgyse találnék semmit. És ami még érdekes, hogy van itt egy ilyen kis vonat. Ilyen C50-es másolja, akkor tulajdonképpen annak a mintájába készül, és ez egy kupakgyűjtő. Tele van dobálva ilyen petpalasz kupakokkal. De egyébként ötletes. A kreativitás az itt megvan akkor, szerint. Hát most már közben gyűlnek az utasok, mert körülbelül negyed óra is jön a vonat Debrecen fel, vagy hát a Debrecen most épp második nagy kedeki felől jön a vonat. Úgyhogy majd képeket bevágok, de most ott videózni nem fogok. És hát itt van a másik vége, itt még a kapun belül vannak vágányok, de nem sok. Viszont maga az üzem működik, csak már ugye vasúton nem szállít, és már ugye nem a terményszállító, hanem valószínűleg több kisebb üzem van a régi telephelyen.
Hát valameddig megvannak itt is a vergenyök, szerintem az útból már kiszedték, de egyébként az útig megvannak itt a gazba. Szóval az állomás másik oldalán is szintén megvan csonkában a vergeny. Ez régebben biztos, hogy egy összefüggő vágány volt, és a peron építés miatt áldozták be. Viszont téli állatot ezek szerint továbbra is lehetne rakodni, hogyha lenne rá igény. Hát illetve itt a buszfordulót és a volt rakodónál alakították ki, de elméletileg itt a rakodásnak akadálya nincsen. És akkor a Pocsaj-Esztádi vasútállomás bemutatója az ennyi volt, kiállított MD-mottal együtt. Még a buszmenetrendeket lehet, hogy megnézem, hogy mire lehet és mikor átszállni, de nagyjából ennyit más nézni való nincsen is. Ahogy megérkezik, úgy szóval valószínűleg ugyanaz a 22-es Uzsi fog jönni, ami ugye elment Nagykereki felé, hát ugye azóta más vonat nem ment, tehát valószínűleg visszafele is az fog jönni, amivel ide utaztam. Egy bekékült, vagyis felújított Uzsi a 22-es pályaszámú. Hát akkor ennyi lett volna. Köszönöm, ezt is megnéztétek. Sziasztok! Nagykereki felől és indul tovább 12 óra 5 perckor Debrecenbe. Kérjük, a vágány mellett vigyázzanak!